Tréfásan ugye, amikor beszélgettem Simon Andrással a Híradó végén, azt kérdeztem meg tőle, hogy vajon tud-e ultizni. Hát most ezt megkérdezhetném két mostani vendégem, tehát Csontos Jánostól és Vári Györgytől is. Jó estét kívánok, szervusztok! Akkor megkérdezem, tudtok ultizni? Esélyesek lennétek a miniszterelnöki castingra, hogyha lenne ilyen? Hát szerintem az egyetlen miniszterelnöknek képességem az az, hogy igen, történetesen tudok ultizni, minden más tekintetben alkalmatlan vagyok. Sokkozás nem jó? Hát az olyanunk már volt. Tehát azt hiszem, hogy van ott mégis van örökítve talán a képviselő. Úszni is tudok. Remek. Igen, nagyszerű. Mit gondoltok, miért most jött elő ez a téma? Ezt megkérdeztem Somogyi Zoltántól, és kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mi, azon kívül, hogy nyilván megkérdezték tőle ezek a bizonyos fiatalok, akik a Bibó kollégiumban ott ültek vele. Na de hát azt lehet mondani, hogy nem tudom, majd kialakul. Helyett egy nagyon hosszú, szinte tételes lista, ilyen profilozás, profilrajz alakult ki arról, hogy ő kit tartana jó miniszterelnök, ilyen utódnak magáját. Hát egyrészt én úgy emlékszem, hogy az még tavasszal volt, tehát csak a kiszivárgás vagy a kiszivárogtatás történt most. Ez pedig szerintem azért történt most, mert ha jól emlékszem, novemberben kongresszusozni fog a Fidesz, és gondolom, hogy valamilyen érdekek erre mutattak, hogy legyen egy ilyen casting téma földobva a levegőbe. Van egy nagyon mulatságos mondata a több Orbán Viktornak, egy nagyon tetszett nekem, amelyik arról szól, hogy a Fidesz az centralizált párt, és úgy fogalmaz, hogy a Fidesz mindenkori vezetőjének az akarat az nagyjából korlátlanul tud érvényesülni a pártban, és elkezdtem gondolkozni, hogy mikor volt az, hogy a Fidesz mindenkori nem vezetője, történetesen éppen nem Orbán Viktor volt. Volt Kövér és László is. Én tudom, hogy formailag volt pártelnök Kövér László és Pokorni Zoltán, jó, de hogy tudod, hogy nem erre gondolok, hanem hogy voltak éppen ki volt a Fidesz első embere, és hát az azért lényegében, amióta Fidesz van, azóta történetesen éppen Orbán Viktor volt. Nem nagyon aktuális a kérdés, szerintem nyilván arról, és még egy darabig így is lesz, nyilván arról van szó, hogy valamiért nagyon beleszeretett Orbán Viktor a saját bölcsességébe, ez ugye legutóbb Gyurcsány Ferenccel fordult elő, hogy imádott filozófiai kérdésekről beszélni, a hazáról, a nemzetről, a világról, meg hogy milyen a jó politikus, azért ez leginkább erről szólt, nem arról, hogy ki lesz az van egyébként oda. Jelentősége, hogy Orbán Viktor mit akar? Volt jelentőség annak, hogy Antal József kit akart utódjának, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, Medgyessy Péter. Van köze a jelenlegi miniszterelnöknek ahhoz, hogy ki jön utána? Antal József ugye nem jó példa, mert végrendelkezni lehet, de végül is az a Boros vette át akkor a miniszterelnöki pozíciót, akit ő kijelölt. Tehát volt ilyen, de hát ez egy demokrácia, tehát szerintem nem lehet bebiztosítani úgymond az utódlást. Talán egy párban be lehet, de nem miniszterelnökként most nem. Te láttok valakit, aki ennek, ezeknek, ha lehet, hogy ultizni, nem tudod, és inkább úszik, de hogy megfelel ezeknek az ismérveknek? Az a mondata, hogy nekem még van pár jó évem. Néhány fekvőtámaszt, hogy megy, vagy mit mondod? Igen, ez akár 20 év is lehet, tehát a párban ez is benne van, tehát szerintem akkor lesz ez aktuális, amikor odaérünk a hídhoz. Egyelőre a hídat se látni. Azt én nagyon, tehát hogy Orbán Viktor nem olyan típusú politikus, bizonyult az elmúlt bő negyed században, aki gondol egyet, azt mondja, hogy jó, most már tényleg elég volt belőlem, csendesen visszavonul nyugdíjasnak, és mint egy átadja utódjának a kormányt. Ez nyilván nem így fog történni, hogy ő x-edik ciklusa mostani, vagy ha lesz, akkor a következők felénél szépen fel fog állni. Ez azért lényegében kizárható, nem? És legalább nem a családból választ utódott, tehát ez mindenképp a javára írható. Kétségtelen. És mit szóltok a fejleményhez a TV2 eladása ügyében, ugye hát most a Simicska érdekeltség megjelent a TV2 mögött, és azt mondja, hogy bocsánat, én nem adtam el semmit, mert a két napja vagy három napja vagyok a tulajdonos. Én mindig is arról elmondtam, hogy Magyarország végre egy pörgős gangsterfilm lesz, és nem ilyen unalmas, mint eddig volt. És ha ez a nem mondom, hogy teljesen átlátom a tulajdoni viszonyokat, de hogyha többé-kevésbé igaz az, amit Simicska Lajos beszél, akkor ez egy elég szellemes válaszhúzás volt, szerintem vicces. A magyar politika minősége olyan, hogy arról nyilván nincs értelme beszélni, hogy mi van a közügyekkel, meg nem tudom, ez nem érdekel senkit nyilvánvalóan. De ha már ez a gangster mozi van, akkor abból szerintem most azért lassan B-kategóriássá erősödünk, nem?
Hát én nem tudom, hogy ez például hogy hat az Eden Hotelnek a sorsára, mert körülbelül ez a nézőtábor ilyen ingerekkel hozható tűzbe. Bevallom, hogy én kevéssé fogyasztom a bulvár médiát, de hát nyilván nagyon sokan fogyasztják ezt, úgyhogy ez egy fontos dolog. Csóváltad a fejleményeket. Várom a fejleményeket, mit történik. Hát, hogy nyilván nem, mármint, hogy nyilván az is kulcsfontosságú kérdés, hogy mi lesz az Eden Hotellel, amit történik. Én ugyan szoktam bulvártartalmat fogyasztani, de ez pont nem. De hát az azért csak, nem egészen azért, véletlen. Azért értem, hogy fel, mert volt egy botrány, ami a mainstream értelmiség fantáziáját is megmozgatta. Az nem is volt egy szép történet, de hogy szóval, hogy nem az a kérdés nyilván, hogy mi lesz az Eden Hotellel, hanem az a kérdés, hogy ez az igen tekintélyes létszámú ember, akik követik a TV2-t, azok, hogy mondjam, milyen politikai szűrőn keresztül fognak híreket fogyasztani. Ez sok ember, és nyilván erről kevés fogalmunk van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és beszélgettetek velem. Önöknek is köszönöm a figyelmet.